Az Észak-Atlanti Szerződés Szövetségéhez való csatlakozásnak két feltétele van: a NATO alapértékeinek és a védelmi képességek megkívánt szintjének tiszteletben tartása. A magyar kormány teljes mellszélességgel támogatja Macedónia és Montenegró mielőbbi NATO csatlakozását, jelentette ki a chicagói csúcson Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A legutóbbi bővítéssel is foglalkozó 2008-as bukaresti NATO csúcs döntése értelmében a szövetség két új taggal bővült, Albániával és Horvátországgal. A mostani NATO csúcs egyébként az afganisztáni háborúból kivezető úttal, az úgynevezett okos védelem koncepciójával, az elrettentő és védelmi keretek újragondolásával, valamint a rakétavédelemmel foglalkozik. Az értekezlet kiemelt témája a NATO afganisztáni szerepvállalása, így az átmenet kérdései, a biztonsági erők finanszírozása, a 2014 utáni NATO szerep és a hosszú távú partnerség. Afganisztánban jelenleg mintegy 130 ezer szövetséges és partnerországbeli katona állomásozik. A harci műveletekben a NATO erők fokozatosan az afgánoknak adják át a vezetést, és túlnyomó többségük 2015 elejéig elhagyja az országot.